Stúdió vendégem, Drót Andrea, telesikeres vállalkozó. Köszöntelek nálunk. Üdvözlöm a kedves nézőket. Fiatal, ambíciózus vállalkozó. Fiatal, ambíciózus vállalkozó, úgy, mint akár főnév is ülsz itt nálunk. Ami jobb, mint ha mondjuk Mária Nosztrán ülnél, ami hát nem, mert nagyon sokan ismernek téged. Igen, ismer lehetek, mert fogtechnikusi végzettségem is van. Uh-huh. Meg egy ingatlan irodát is van, és emellett a politikai pálya is érdekel. Igen. Ezen apropóból. Vagy most nálunk, hiszen a Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának lettél te az országos alelnök. Friss, még a mellem is mozog, bocsánat. Honnan jutott eszedbe, hogy más oldalról is megmutatod a tehetségedet, magadat? Igen, igazából más sok, több érdeke is van ennek. Elsődlegesen engem megkértek, hogy legyek a helyi első alapszervezet alelnöke, és aztán jött az országos elnökség is. Vannak programok, amik nekem is tetszenek ebben a politikai pályában, és úgy gondolom, hogy fiatal vagyok. És a jövő a fiataloké, ja meg hát az embereké. Tehát nem a kutyák vagy a macskák. És ezért, ha miért ne vágnék bele? Mert a jövő a fiatal generáció múlik. Generáció? Generáción? De generáció. Szóval valóban ennyire mélyen érdekel a politika, vagy valami más terelt e felé? Puli kutya. Mert mi vagyunk a fiatal jövő vagyunk, az emberek, tehát igazából azt gondolom igazából, hogy miért is ne. Tehát van. Uh-huh. Értem, mi van? Igen, van. Igen, van? Van, igen. Értem. Szóval ez a párt ugye a Magyar Gazdák képvisel egy olyan részt, ami régen ugye tudjuk a Tordyánféle irányvonal. Ti is a gazdapárt nyomdokain haladtok esetleg, vagy ti is ilyen mélyen akarjátok a gazdák érdekeit képviselni, szántani? Vagy ennek a pártnak mi lenne a szimbóluma, feladata, jövőképe? Mit akartok kérdezni? Mert én nem tudom, mit akarok kérdezni. Nem segít senki? Igen, igazából milyen akarunk szántani, mert tehát régen a Tordján József nem volt a pártban, de akik vele voltak a pártban, azok velünk is van. Tehát az, hogy szeretnénk, igen, de tehát hasonlóak a programjaink, tehát teljesen eltérőek. És mik a céljai a pártnak? Vannak, igen. Igazából vannak elsősorban a mezőgazdaságnak a valamerre való lendülése, meg a... hogy a kis és középvállalkozók szeretnének bennem egyes, tehát hogy segíteni ebben. És igazából még az, hogy hát van az oktatási rendszer, a fiatalok, megint visszatértem ide, hogy a fiatalok, aki én vagyok, és akkor engem támogatnám őket. Tehát, hogy az előrejutásában sokban szeretnék. És keresnek is titeket a fiatalok támogatásért, segítségért, érzékelitek szükséges ez? Igen, szükséges. De keresnek? Nem. Mi lenne neked a végső célod ezzel a politikai előmenetellel? Igen, tehát itt megint visszatérnék, hogy a fiatalság igazából az elsősorban. De nekem az volna, hogy fellendítsem a fiatalokat, mert már úgy, hogy később, mert csecsemőkorban még könnyű, és ahogy így egyre nehezebb őket fellendíteni. És akkor az, hogyha valaki így beszorult, így mit tudom én, a mobiltelefon alá, akkor azt, hogy kiszedném onnan, meg a számítógépekből. Mert most, ha belegondolunk, hogy vannak két fős családok, ahol a szülők két fő, és a gyerekek meg nem fő még, hanem hogy gyersen. És nagyon nehéz egy nyári táborba, hát hogyha megnézzük, hogy egy átlag fizetésből nem lehet investálni nyári táborba a gyerekeket. Ezért lehetne, hogy én investálnám őket bele, meg hát sok pénzbe kerülnek, és nem is kamatoznak jól a gyerekek. És
Tehát ezt szeretném a politikai pályámmal, hogy mindenki számára elérhetővé tegyem, mert nagyon-nagyon fontos a sport. Meg a Snickers. Az is, igen, a Snickers. Milyen anyagi... Beton. Beton. De lehet porcelán is, mert fogtechnikusi végzettségem is van. És honnan táplálkozik a párt? Én a menzáról. Hát inkább a fizetésükből. De azt honnan? Hát ez... A ponzoraink vannak. Uh-huh. Talán az egyetlen párt vagyunk, akiknek ponzoraik vannak. Uh-huh. Akik úgy vannak, hogy fel kell őket kutatni, fel lehetne talán, hogy jönnek ők bele. Bele, igen, bele igen, vannak, hogyne. Hát az FKGP régebbi tagjai is így benne vannak. Benne vannak, mert benne marad. De hát egyébként, amikor elindult a párt, igazából 2014. decemberében, már akkor már tettünk, már cselekedetteket, érdekeket, cselekedtünk, tettünk érte. Hogy, mert azt akartuk, hogy a párt fellendüljön és működőképes legyen, tehát igen, igazából próbálunk szedni ilyen partnereket, meg fogamzásgátlót, de hóvirágot nem, mert az így. Egyszerűen nagyon meggyőző és határozott a beszédstílusod. Esetleg... Nekem nagyon lenyűgözött ez. Esetleg gondolkoztál azon, hogy még feljebb lépni, ne csak egy párt alelnökeként, hanem mondjuk még magasabb a bírokra törni. Ja, nem, igen, igen. Igazából... Megmaradnák a jelenlegi pozíciómban, mert a kicsit arrébb ülök, le fogok esni. De hogy, hát persze, de így alelnökként, aztán később, hát mert igazából ez. Hogy mit hoz a jövő, ha mit tudjuk. Jó, de hát ha esetleg megkeresnének valamilyen kéréssel. Akkor lehet. Akkor. Lehetséges. Ahogy mondtad, hogy van fogtechnikusi végzettséged, van, illetve igen. Ingatlan irodát működtetsz, mindkét szakmai területen dolgozol? Így van, évek óta foglalkozom ezzel is, hát sikeresen mondhatom, hogy sikeresen, és akkor majd, hogyha lesz választások 2010, akkor igazából az emberek, hogy igenis, megmondják, hogy aki rám néz, hogy igenis ez elért valamit, igenis ez már én ez. Ez én, hogy megmutattam a fiataloknak, mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy nekik is lehet ugyanilyen. Ezt lehetnék egy példakép a szemükben. Igen. Például szeretném ezt, például igazából igen. A pártról szeretnék néhány gondolatot, hogy egy kicsit jobban megismerkedhessünk veletek a párttal. Igen, van. Szlogenünk van, Isten, haza, család. Nemrég találtuk ki. Nagyon eredeti. Fontosnak tartjuk, hogy a családban benne legyen a támogatás, hogy részt vehessünk minden embernek a családjában, részt vehessünk a családjukból akárki van, mert ők táplálják az országot, főleg, hogyha családok vannak, a családok. És hát igazából ezen a térden is. Van egyébként még egy szlogenünk, ami szintén csak nekünk, hogy bort, búzát, békességet, szeretjük a rendőrséget. Ebben a három szóban, ami hat, minden benne van. Minden benne van, én is azt gondolom. Magyarország szép ország, hiába mondják. És független párt vagytok? Igazából igen, teljesen független, ezért is szeretjük a rendőrséget, hogy ez így is maradjon azért. Én szeretnék visszakanyarodni ahhoz a kérdésemhez, hogy még hát, hogy magasabb a bérokra pályázol-e, esetleg... Mi kijelöltetem ezt a választ. Esetleg jövőre választások vannak, ugye? Nem tudom, lehet, hogy vannak, nem tudom, igen. Igazából igazából. De elképzelhető, hogy arra felé indulsz? Ja, nem, én kocsival vagyok. Igen, de a választásokon majd. Ja, így van. Jövőre vannak, ha választások lesznek. És én akkor, szeretném, hogyha az emberek engem úgy megismernének, ahogy már leszek plakátokon, úgy még nem ismernek. Plakátokon leszek, és akkor jobban megismernek majd, és hát nyitott vagyok más pozícióra, és szeretnék bizonyítani ebben nekem. És hol találnak téged meg? Hát, hogy a beszélgetésünk után, hogyha... Ja, azt hittem, mert most itt. Itt vagyok a stúdióban, utána is ott találtam meg. Hát mindig, ahol vagyok. Mert... Ugye innen majd megyek majd el, akkor egy kis ideig az utcán vagyok, a kocsiig, és akkor ott a kocsiból, amikor átszállok, a fogtechnikus irodám is van, ott is lehet, bár az, nem, az ingatlan irodámban lehet a legtöbbször engem megtalálni. Ja úgyhogy, ja van honlapunk. Honlapunk is van, van és a nevem. Az még, ahogy meg lehet engem találni, hogy ahol nevem van, ott vagyok én is. Hát köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál, és hát sikeres munkát kívánok, és nyomon fogunk követni. Ahogy most, hogy így jöttek utánam kocsival, várjálak meg, amikor...
Nem, hogy még szerintem beszélünk majd. Ja, beszélőre jöttek. Jó, 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 jó. Köszönöm szépen. Nem, én köszönöm. Nem, én köszönöm. Nem, én. Nem, én köszönöm. Nem, én köszönöm. Ha 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 ha.